A két jó formában lévő csapat mérkőzésén mindkét oldalon akadt változás az előző fordulóhoz képest. A hazaiaknál visszatért az eltiltását letöltő Major Gergő és bekerült a kezdőbe az eddig rendre csereként beszálló Vörös Tamás, míg a haladásnál egy magasabb szerkezetű kezdőt vezényelt a pályára Mátyus János vezetőedző, aki csak a kispadra ültette a 7 gólos Meggyes Zoltánt. Az első lövést a hazaiak egyezték a 4. percben egy hosszú indítás után, Kocsis Bence brusztolt ki lövőhelyzetet magának, ám elvétette a rövid alsót. A válasz 2 perc múlva érkezett, egy baloldali szörület után Tóth Barna fejelhetett, ám az irányzékkal itt is probléma adódott. A 10. perc hozta meg az első kaput eltaláló lövést, Daru Bence keresztlabdája Kocsis találta meg, akinek lövése egy védőn megpattant, így Verpec István könnyedén magához ölelhette azt. A 14. percben aztán már tehetetlen volt a haladás kapusa, Madarász Márk baloldali szögletét kifejelte egy védő, Kocsis kapásból lőtt, a labda azonban lepattant Posztobányi Patrik elé, aki nem erőből, hanem ésszel oldotta meg a feladatot, okosan a sarokba gurított. A 19. percben nagy helyzetet rontott a haladás, Kis Bence és debreceni Zalán hozott össze egy komoly lehetőséget, utóbbi lövését követően azonban felszabadítottak a hazai védők. A 25. percben Németh Milán ment el jól a baloldalon, élesen középre lőtt labdáját Markek Tamásnak kellett kitenyerelnie a veszélyes zónából. Kisvártatva jött a hazaiak válasza, Vörös Tamás remekül tállalt a kilépő Daru Bence elé, a kapuját jó ütemben elhagyó Verpec azonban zárta a szöget. A kapus és a csatár ütközése nem múlt el nyom nélkül, Daru Bencét az eset után le kellett cserélnie Visinka Ede vezetőedzőnek. A második félidő első próbálkozása a vendégeké volt, a csereként pályára küldött Meggyes lövését kellett kiütnie Markek Tamásnak. 2 perc múlva újra a hazai kapus volt a főszereplő, Hajszál pontos kirúgással indította a bal szélen meginduló Gámbájárt, aki Madarászhoz passzolt, a hazai a középpályása pedig egy higgadt csel után jobbal 17 méterről kilőtte a rövid alsó sarkot 2-0. A 64. percben újra az Akvitál veszélyeztetett, Mészáros Dávid pontos keresztlabdával szolgálta ki Kocsist, aki becsapta védőjét, 16 méteres ballábas lövése azonban centikkel elkerülte a hosszú sarkot. A 67. percben a szombathelyiek saját magukat fosztották meg a szépítéstől, Rácz Ferencről feledkeztek meg a hazai védők, akit a társak meg is találtak egy jó labdával, lövésébe azonban csapattársa Tóth Barna ért bele, akiről az alapvonalon túlra pattant a labda. Az ellentámadásból aztán eldöntötte a meccset az Akvitál FC Csákvár, Kocsis jobboldali lekészítését Major Gergő bombázta jobbal a haladás kapujára, a labda az egyik védéről visszapattant Major elé, aki ezúttal már ballal lőtt, nem is akárhogy, a játékszer kipókhálózta a hosszú felső sarkot. A hajrában legalább a szépítés összejött a szombathelyieknek, Németh Mário távoli lövése talált utat a hazai kapuba. Ez azonban már nem befolyásolta a pontok sorsát, a zsinórban harmadik bajnokiát behúzó Akvitál FC Csákvár 3-1-re nyert a haladás ellen.